Hát sziasztok! A 12. fordulóban játszották a Ferencváros-Debrecen mérkőzést, ami 2-2-es döntetlennel ért véget, és a, hát legnagyobb örömöm az volt ezen a meccsen, hogy a kisfiammal tudtam itt közösen megnézni a kórházban, és nagyon bosszankodtunk végig a meccs alatt, hogy, hogy a Fradi nem képes nagyobb előnyt szerezni, a Fradi nem képes átütőben, gyorsabban játszani, mondjuk meg őszintén. Amit még szeretnék előre bocsátani, az az, hogy, hogy Dibusz Dénes csapat nevében küldött a kisfiamnak egy videót, ezt ezúton is nagyon köszönöm. Eddig is nagyra becsültem Dénes, de ezután még inkább így van. A Fradi csapata egyébként erős felállással állt fel a pályára, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy olyan csülte a Lokit. Ugye Dibusz volt a kapuban, Makreckis és Csivics volt a két futó, középen sziszés, és Gártemán, előttük Maiga, aki hátrafelé, Jabufáni, aki előrefelé játszott, Traoré, Kádi és Szent Traoré egyébként a meccs utolsó harmadában átment a baloldalra, és középen pedig Varga játszott. Utólag lehet okoskodni, hogy esetleg Grubert vagy pedig Szádányát be lehetett volna hozni az elejétől kezdve, mert az jobban megzavarta volna Loki védelmét. Ugyanis a Loki Régi új edzője, Dombi Tibor azt az egyszerű megoldást választotta, hogy a félvonalnál húzza fel a Loki első vonalát, és aztán pedig visszafelé szépen, mint egy vár, mint, mint, a várnak a sáncai, úgy volt felépítve tulajdonképpen a Loki védelme. Hát csapatanyan a talpán, amelyik ezt átjátsza. Látszott az első félben a Loki kontrákra épít, de igazából abszolút nem fáj a feje attól, hogyha nem rúg egy gólt, nem is rúgott, nem is rúgott, viszont számolatlan Fradi helyzet volt. Tehát aki azt mondja, hogy a Loki megérdemelten vívta aki a döntetlent, az inkább a cicaviziót nézze, mert mindjárt az ötödik percben az Eszen fejese volt az első veszély, ugye a kádi beadását fejeli megyéri kezébe, ha ez egy nulla, akkor semmit nem szóltak volna. A hatodik percben kádi mellé rúg egy szabadot, nem is túl erősen, kb. 25 méterre rúgta. A 12. percben kádi mellé emel egy helyzetet a 16-os vonaláról. A 15. percben kádi csodálatos beadását Varga belelővi a keresztező Loki játékosba, a 27-es játékosba. Ennél nagyobb helyzetet nehéz lett volna találni. És itt, ahogy felsoroltam, itt is láthatjátok, hogy Kádi remekül focizott. Tehát szépen lassan közelít ahhoz a szinthez, amit annak idején a Karabakban csinált, amiért annyira sokan megbecsültük, és azt mondtuk, hogy jaj, de jó lenne, hogyha, hogyha a Fradiban lenne egy ilyen játékos. Még egy-két azeri szurkolóval ma is szoktam szorványosan csetelgetni, mindig mondják, hogy mikor megyek el hozzájuk látogatóba, és ők majd jönnek Pestre, de hát ez csak ilyen, ilyen barátságos gesztusokban van meg. De a KD elmenetelét ők is nagyon fájlalt tehát ők is azt mondták, hogy egy remek játékos hagyta ott annak idején a csapatukat, sőt, jött aztán később a, a, Ferencvároshoz. Na de visszatérve a mi történetünkhöz, a 25. percben alakít ki a Loki egy szabadrúgás után egy helyzetecskét gyakorlatilag, csak a pontrúgások után veszélyes a Loki. Látszik, hogy ezeket annak idején még Blagojevicsel, meg Máté Csabával is begyakorolták. És ezen a ponton azért engedjetek meg egy, egy fél mondatot, ezen senki nem fog meglepődni, hogy, hogy vajon ki hiszi el, hogy, egy, hogy, ez a csapat, ha így tud játszani, akkor a Máté Csaba vezetésével nem direkt játszott rosszul. ezt nehéz, nehéz volna elhinni, egyértelműen elmondható, hogy ez edzőbuktatás volt, a mai mérkőzés is fényesen bizonyította, már az új edzőnek játszik a Loki, lehet, hogy az még egy ideig a Dombi Tibi lesz, lesz, hogy valaki más majd jön, lehet, hogy az erős Gábor trebesgetik, hogy ő fog majd jönni, mindegy, már egy kicsit az új edzőnek is játszottak. De ennek ellenére a Fradi akár 3 0 is vezetett volna az első félidőben, a 20. percben a lövésébe belelépnek, majd Traoré beadását nem lövi, hanem kicsit mozog vele, és elrúgják tőle a labdát. A 29. percben Zakariasza kap egy lapos labdát a kaputól 14 méterre, de lövésébe belelépnek. Ebből a háromból, ha egy gól, akkor megint nem lehetett volna semmit sem szólni. Az első 30 perc után a meccs 90%-a a Loki tér felé játszódik. 34. percben Maiga lerúgja Bárány cipőjét, és egy szabad rúgás, de Zsuzsák belerúgja a sorfalba. Tíz éve sokkal nagyobb helyzet lett volna, szinte borítékolhattuk volna, hogy kapura megy a lövés. Hát Zsuzsák felecs is elszáll az idő, ő sem olyan, mint tíz vagy 15 évvel ezelőtt. Utána megint támad a Fradi, sokáig igazi nagy helyzet nélkül, majd a 43. percben Kadi gyönyörűen sarkalja a a labdát, aki 18 ról lő, de lepattan és szöglet. És aztán a 45. percben majdnem lő egy gólt a Loki, Sztolykovic és kontrát fölé lő, Ferenci adta keresztbe a labdát. Összességében elmondhatod, hogy a Fradi nyomasztó fölényben van, és hogyha négy egyre vezetett volna az első félidőben, senki nem szabadott volna semmit, Christopher Zakari eszen önmaga három gólt rúgatott volna, minden gond nélkül. A második félidőben annyira változik a játékképe hogy ugyan továbbra is dominál a Fradi, mert egy kicsit kiebb jön a Loki, és elkezd kontrázni. Valószínűleg Dombi fejt a figyelmet arra, hogy nem olyan jó, nem olyan motivált, nem olyan tempós most a Fradi, hogy ne lehessen kontrázni. Úgyhogy mindjárt az 51. percben egy pontrugás után addig emelgetnek dupla fejelgetés a Fradi 16 belül, ezt mondjuk a Kiev ellen nem kéne hagyni, amíg Kocsis az ötösön belül egy Fradi játékosba. És hát ezt is látja Jánzán, hogy probléma van, élesebb játékosok kellenek a tompák helyett, úgyhogy Száldánya jön Zakariasza helyére, és Rommens jön a Bufáni helyett. Traoré pedig átjön a bal oldalra. Na ebből Száldánya mindjárt ő egy hogy gólt, ugye Csivics lövése megpattan, Megyeri védő odapattan Száldányához, de hát hiába rúgja be a brazil csatár, mert a lövés pillanatában ketten voltak le és az egyik még akadályozta is a Megyerit a pontos látásban. A 61. percben viszont eljön a gól is, jó volt ez a csere, és jó volt az, hogy, az, hogy Traoré átment a másik oldalra, Kádi lövését még blokkolják, de a kipattanóból megkezd, gyönyörűen megy el a jobb oldalon, Ferenc, mintha nem lenne válogatott játékos, úgy elengedi Mekreckiszt, beadja és Traoré gyönyörűen íveltem befejeli. Aztán pedig 61. percben Kádi középreadásáról mindenki lemarad, ebbe is több lett volna, ha éppen már mondjuk Gruber játszott volna. Ebben az időszakban továbbra is tart a Fradi nyomasztó fölénye, és érik a másik Fradi gól, ehhez képest jön egy Loki kontra, a, ami hát egy lesgól szerű volt, ugye Ferenci távoli lövésébe Bárány beleél, de addig-addig varozták, amíg végül, végül kioszták gólnak. Bár a beleérés az nem volt túl tudatos, de róla pattan be kétség kívül, és addig-addig húzták a vonalakat, amíg kiderült, hogy ez szabályos gól volt. Hát a Fradi a sok kimaradt idő után, mert ugye 5 percig nézték legalább, KD 25-ről -25 nem túl erősen lő, megy simán véd, és abban a pillanatban Jánza jelzi, hogy, hogy akkor jöjjön Bem Romdáne. Kádi a legjobbja volt, legalábbis az én szememben, de szerintem sokan egyetértenek ezzel. Még egy kicsit javul, és akkor azt hiszem rendben is lesz. Továbbra is nagyon-nagyon-nagyon erősen nyom a Fradi, de a 78. percben Traoré visszaadását Száldánya már a tizatosan belülről feleslegesen emeli megyeri kezébe, ahelyett, hogy éresen a felsőbe lőtte volna. És amíg a Fradi szórakozik, addig, a, addig megint pontrugás, szűcsöt rúgja fel felségesen, már a bal oldalon fenn, Zsuzsák lövi a szabadot, elég erősen, Deskovics befejeli. Látszik, hogy ezt már a blagojevic is gyakorolták. Ez persze minden lokista most letagadná, hogy ezt már a blagojevic gyakorolták, de látszik, hogy ez egy begyakorolt akció volt. Nem gondolom, hogy egy hét alatt ezt a Dombi így a semmi előhúzták, és akkor begyakorolták, úgyhogy a befejeli a hosszú oldalon, kettő egy a, a Debrecennek, de lehetett érezni, hogy nem ez lesz a meccsnek a vége, mert a Fradi nagyon fog nyomni, Gruber bejön a Majga helyett a 83. percben, és három perc múlva kilövi a jobb oldalon a hosszú sarkot a kapufa mellé lövi, gyönyörű nagy gól volt, hát ez felteszi azt a kérdést, hogy Gruber a bajnokikon miért nem játszik többet, ugye kettő-kettő, és innentől fogva a Fradi még egyet teker a dolgom, Varga fejesét a 88. percben a gólvonalról fejelik ki. Aztán ugye a 93. percben a Gruber lövése gyenge, sajnos nem sikerült úgy eltalálni, mint a gólnál, is Iván felveszi, de a 96. percben a Fradi megoldotta volna ezt a gyötrelmes mérkőzést, hogy a Traoré csodálatos beadását balról szádánya teljesen üresen képes befejelni a kapuba, ezt képes kb. 5 méterrel mellé felé, ami mesteri teljesítmény volt tekintve, hogy nagyjából 8-ra volt a kaputól, tehát 8 méterről 5 méterre mellé felé az azért még serdülőbe is azt mondják, hogy gyerekem, akkor egy kicsit gondolkodjál, hogy mit csinálsz. Na mindegy, a lényeg az, hogy a Fradilak ezt a meccset kb. 5-2-re kellett volna megnyernie, a kapu előtt nem voltak élesek, illetve az egész csapatnak a sebessége egy fokozattal lassabb volt, mint kellett volna. Ezt rá lehet írni a fáradtság számlájára, rá lehet írni arra is, hogy lenézték a lokit, akárhogy is nézzük, fel kell pörögni, mert egy még komolyabb ellenfél ellen akár ez egy vereséget is eredményezhet. Úgyhogy remélem, hogy Janzen egy kicsit felrázza a csapatot. Én nem látok olyan tragédiát, amit különböző oldalakon kommentelők kirogatnak. Benne van a meccsben egy ilyen, Fradi megy tovább, első a bajnokságban, úgyhogy egyek kevesebbet, sőt szerintem kettővel kevesebbet játszott, de majd mondjátok a táblázat alapján. Ugye nincs se semmi probléma, be kell kicsit, kicsit, jobban, jobban rotálni a csapatot, nem az, ugyanazoknak kell játszani akik a kupa meccsen, és akkor minden rendben lesz. Na hát ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, vagy egyetért, ezt nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, számon, hajrá Magyarország, hajrá Ferencváros, a jó Isten áldjon meg mindenkit!